nagyon sok embernek ugye a 20 fok minimum kell ahhoz, hogy kimenjen a kertbe grillezni. Én most mindenkit arra biztatok, hogy ezt most ne hagyjuk abba télen sem. Rakunk egy tüzet, ahol lehet melegedni, és közben grillezünk mindenfélét. Úgyhogy használjuk ki a lehetőségeket. Most ezt a receptet megmutatom, szerintem ez egy ilyen igazi téli recept. Előkészítjük és elősütjük a tököt. Ez nagyon gyorsan megsül, hiszen kicsi a tömege. Fölmelegítettük a kamadót, a Joe barátomat 200 fokra, egy picit többre, mert majd ha kinyitjuk, akkor visszahűl, és akkor lefejezem a sütőtököt. Először csak bevagdossuk egy 1 cm mélyen, és utána befordítjuk 45 fokban a kést, és úgy óvatosan körbe vágjuk. Levágjuk erről a tetejéről is a magházat, egy kanál segítségével még könnyebb, hogy csak így lekapargatjuk. És a belsejéből is a magházat kiszedjük egy kanállal. Kb. Egy ekkora sütőtök az két fő, tehát lehet két személyenként egyet számolni. Szépen letisztogatjuk, mert ugye elő fogjuk sütni, és ne égjen rá a külsejére. Kicsit besózzuk, úgyhogy az oldalára is menjen. Egy pici olívaolajat öntünk rá, és így betesszük sülni a kamadóba. Felső rácsra ráteszem, meg a kupakot is, és teljesen puhára elősütöm. Ez körülbelül 20 perc. Amíg ez megsül, addig a tölteléket, a ragút is elkészítjük. Jól fölmelegítem az edényt tűzforróra. Ezért mindig elmondom most is, hogy öntött vas, lábas, tökéletes a gyors hússütéshez. Fölvágok egy kis újhagymát. Nem kell túl apróra. Lehet természetesen vörös hagyma is. Mivel ugye édes a sütőtök, ezt a vonalat megtartom, és ezért paszternákot vágok. Azt viszont egészen vékonyra felkarikázom. Ugye ennek van egy nagyon különleges illata, nagyon jó édes, nagyon jó krémesre puhul meg, az állaga is zseniális, és egy fűszerként is tud működni az erős illata miatt. Természetesen a zöldségeknél most is, ahogy rászoktam már ezekre a biozöldségekre, ami nekem nincs, azt mind a Zabosfától szerzem be. Ezt azért nagyon szeretem ezt a céget, mert az Alföldön gazdák termelik ezeket a biozöldségeket, hát kivéve a citromot meg a narancsot, de azért is hálás vagyok, mert azért nem egyszerű biocitromot és narancsot beszerezni bármikor, és hát ők azért erre felfigyeltek, mert hát már szinte mindenben van citromhéj. És tényleg az ember félve használja, mert nem tudja, hogy mivel kezeli. És ezek kezeletlenek, úgyhogy nyugodtan használhatjuk. Felmelegedett szépen az olajunk, jöhetnek bele a biozöldségeink, hagyma, paszternák, és azonnal csirke mellett kockázok, ilyen kis falatkákra. Ez zseniális egyébként, ez is egy magyar termék ez a csirke, és ez csak az a belső, nagyon puha része, tulajdonképpen a bélszínje a csirkének, és már így külön lehet kapni, szerintem ez egy óriási dolog. Egy raguba, amikor ilyen hirtelen, gyorsan kell megsütni valamit, ez a tökéletes. És a forró serpenyőben ezt jól átpirítom. Ennek nem sok kell, pár perc alatt meg lesz. Tehát tulajdonképpen a ragúhoz a csirke mellett a zöldségekkel teljesen készre készítem. A tök készre sül, és mind a kettő forró, amikor majd összerakom. Vagyis a sütőtök belsejébe bele fog kerülni ez a végül tejszínes, paszternákos, fűszeres csirke. Jöhet rá egy kis frissen őrölt bors.
egy gerezd fokhagyma. Ez csak ízfokozó most, meg hát a gyömbérrel ugye nagyon jól megy. Jöhet bele egy pici gyömbér, nem sok, tényleg egy pici. És akkor, mivel megpuhult a hús is és a paszternák is, jöhet bele egy kis tejszín. Jöhet bele a bio narancs héja is, ebből sem kell sok. Sőt, mindjárt megkóstolom, és lehet, hogy a bio narancsnak a levéből is egy nagyon picit fogok tenni bele. És jöhet bele egy kis narancslé is. Most befedem, úgy, és tulajdonképpen már csak reszelt sajtot teszek bele is, és majd, amikor már úgy jól összekezd csülni, tehát egy pár perc múlva, miután visszateszem megtöltve, a tetejére is teszek az egésznek reszelt sajtot, és még összepirítom. Zseniális lesz! Legújabb receptjeinket megtalálhatjátok az 1.hu receptkeresőjében.